10 gyakorlati tanácsot hoztam, tehát gyakorlati, ugye, hogy a címben is benne van, és szeretném javasolni nektek, hogy ezeket a tanácsokat, amiket el fogok mondani, ezeket gyakorlatban is használjátok, akár már ma estétől. Nem biztos, hogy mindennel egyet kell érteni. Amit el fogok mondani, ezeket nem könyvekben olvastam, nem előadásokon hallottam, hanem én tapasztaltam az én munkámba, de biztosítatlak arról, hogyha te máshogy csinálod, de csinálod, akkor is sikeres leszel. Úgyhogy akkor nézzük is rögtön az elsőt, ami lehet, hogy egy kicsin furcsán hangzik most itt rögtön az elején, hogy felejtsd el a tapasztalataidat. Azt szeretném neked javasolni, hogyha hazamentél innen ma vagy holnap, vegyél elő egy fehér lapot, és írd össze azokat a dolgokat, nagyon könnyen fog menni, hogy mit gondolsz, miért nem tudod megcsinálni ezt az üzletet. Miért nem tudsz sikeres lenni? Írd össze ezeket a dolgokat, nagyon könnyű helyzetben van szerintem mindenki, ezer ilyen okot tud írni. Tehát szedjétek össze ezeket a gondolatokat, bármi lehet az, amiért úgy gondolod, hogy valami téged gátol a sikered érdekében. Bármi lehet, bátran lehet írni, nem kell senkinek sem megmutatni. És hogyha megvagy ezzel a listával, akkor nagyon fontos, hogy vegyél elő egy ilyen piros filctollat, és így egy keresztbe így húzd át. Jó? Tehát ez az első gyakorlati tanácsom. Tehát felejtsd el ezeket a tapasztalatokat, amik nyilvánvalóan azt kell, hogy mondjam, hogy igazad van. Tehát igazad van, amikor azt írod le, hogy nem tudod megcsinálni. Mert az egész eddigi élettapasztalatod valahol azt mondja neked, hogy hát figyelj, ezt nem lehet megcsinálni. Ugye Valinak az előadására visszautalva, azért én se egy ilyen gyémántbánya tulajdonosnak a fia vagyok, tehát én is tudnék erről sokat mesélni, hogy honnan indultam. És nekem is van így önmagamban egy ilyen kedvenc játékom, hogy amit a DX-emben úgymond történik velem, akkor néha el szoktam gondolkozni azon, hogy hát figyelj, ez lehetetlen. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy én onnan a első emelet 17-ből jöttem, és akkor másfél szobás panellakás együtt egy szobában a hugommal, és hogy hú, hát én most itt vagyok Malajziában egy ilyen úttalan úton utazok valakivel, vagy Dubajban vagyok egy óriási limuzinba, és van velem egy indiai, egy malajziai, egy Fülöp-szigeteki és egy szaúd-arábiai ember. Mit keresek én itt? Tehát ezek úgy nem azt láttam, amikor jártam az általános iskolába, vagy az esti gimnáziumba, hogy ez a távlat. Tehát és azt gondolom, hogy bátran, nyugodtan írd össze azokat a dolgokat, ami miatt úgy gondolod, hogy hát figyelj, az én élettapasztalatom azt mondja, hogy hát ez nekem nem jöhet össze. Jó, és bármit ír ide össze is. Hogyha ezt sikerül áthúznod, ezt a dolgot, akkor azt gondolom, hogy elindulhatsz egy új úton. Nem csak a Vali példája, hanem nagyon sok más magyarországi, illetve európai, vagy a világ dolgozó üzletépítőnek a példája mutatja azt, hogy igenis meg lehet csinálni, viszont az én tapasztalatom azt mondja, hogy az első lépés, hogy ezeket el kell felejteni. Tehát felejtsd az ilyen jellegű tapasztalataidat. Jó? Mondhat neked a környezeted jelen pillanatban bátran bármit, arról, hogy te miért nem tudod megcsinálni az üzletet, azt kell, hogy mondjam, hogy igazuk van. Szeretnek téged, és az ő tapasztalatuk azt mutatja, hogy ez nem lehetséges, és meg akarnak téged óvni egy fájdalomtól, egy kudarctól. Jó? Tehát írd össze ezeket a dolgokat, ez az első feladat, ez az első javaslatom, és húzd át, és legyen gyakran előtte ez a papír, be is laminálhatod, vagy beteheted egy ilyen nejlontasakba, és emlékezzél rá, hogy ezt áthúztad. Tehát ezt elfelejtetted, ez már nem létezik. És hogyha ezt el tudod felejteni, akkor garantálom neked, hogy egy új víziót kapsz, egy új úton tudsz tulajdonképpen elindítani. Ez lenne az első gyakorlati tanácsom. A másik az, hogy úgy csináld, ahogy szeretnéd. Ugye nagy valószínűséggel ugye én vagyok a felső vonalad, és azt kell, hogy mondjam, hogyha neked nem tetszik ez, amit most itt hallasz, akkor semmi gond. Tehát hangsúlyozom, ettől még nagyon sikeres lehetsz. Tehát ne hallgass senkire, ne hallgass a szponzorodra, hogyha neked nem tetszik. Ha tudsz el azonosulni, akkor idd minden szavát, hangsúlyozom, de csináld úgy, ahogy szeretnéd. A hangsúly a második szón van, hogy csináld. Hidd el, hogy csak ezen múlik, jó? Tehát nézd meg azt, hogy csinálod-e. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon lényeges tanács, és
javaslom azt, hogy amikor végeztél az első feladattal, akkor a második pontnál állj meg egy pillanatra, és nézd meg, hogy jelen pillanatban, hogyha csinálod ezt az üzletet, akkor úgy csinálod-e, ahogy szeretnéd. Mert ha nem úgy csinálod, akkor nem fog működni, jó? Tehát felejtsd el a dolgokat. A DXM-ben az a, nagyon régen valamikor elmondtam egy előadáson, én azt szeretem a legjobban a DXM-ben, hogy működik mindenféle tárgyalás technika nélkül is. Nyilván, hogyha használsz különböző technikákat, még jobban működik, tehát nem azt akarom mondani, hogy ezeket nem kell használni, de hogyha őszintén csinálod és csinálod, akkor biztos, hogy működni fog. Csak lássák rajtad azt, hogy te úgy csinálod, ahogy szeretnéd. Jó? Tehát állj meg egy pillanatra és nézd meg magadat egy tárgyalás után, hogy úgy csináltad-e, ahogy te szeretnéd. Aztán el is érkeztük a harmadik ponthoz, a harmadik gyakorlati tanácshoz, hogy a te szinteden csináld. Tehát itt nem szeretnék senkit se ledegradálni, de nem kell úgy csinálni, hogy mások csinálják, ahogy te nem tudod. Tehát számomra nagyon hasznos volt tegnap a Beának az előadása, mindenki előadás hasznos volt, de ez különösen hasznos volt, de én nem akarom úgy csinálni, mert én nem tudnám azon a szinten csinálni ezt az üzletet. Mert ő nagyon ért ahhoz, hogy működnek a termékek, én pedig nem értek hozzá. Jó, tehát ne az legyen a mérc, hogy eljöttél ma erre az előadásra, látod, hogy Géza beszél fantasztikus, én nem tudok úgy beszélni, tehát nagyon jól nyomta Géza, és de én így akarom csinálni, ahogy én szeretem, ahogy én tudom, az én szintemen. Nagyon sok őzéssel, esetleg elakadással, egyébek lehet, hogy itt láttok majd ilyen helyesírási hibákat is, ha bár azért kértem segítséget, de az a lényeg, hogy a te szinteden csináld. Tehát a kávé az mindig ugyanolyan ízű, hogyha kibontják. Tehát az a kávé az működik, a termékek működnek. Jó, de a te szinteden csináld. Ne akard úgy csinálni, ahogy a gyémántok, hogyha te még nem vagy gyémánt, ha nem vagy még azon a szinten. Jó, tehát nézd meg ezt is, ez egy nagyon-nagyon fontos gyakorlati tanács, hogy mennyire felelsz meg úgymond saját önmagadnak, saját jellegi szintednek. És mondom, itt senkit nem akarok ledegradálni ezzel a dologgal. Az a lényeg, hogy ne erőlködj. Mert a termék működik. Tehát ebben az üzletben az szerintem a legjobb dolog, hogy nem lehet hibázni. Tehát, hogyha valakinek odaadom a terméket, akkor nem kell azon aggódnom, hogy figyelj, most jó volt a dumám, mert tudom, hogy a termék működik. Tehát, hogyha ő valóban kipróbálja, valóban használja ezt a dolgot, akkor működni fog. Nyilvánvalóan lesznek olyanok, nekem is voltak olyanok, amik a Zoliék mondták, akinek nem ízlett a kávé. Semmi probléma. Ez az ő problémája. Tehát nincs ezzel gond. Oké? Tehát figyelj oda arra, hogy a te szinteden csináld ezt az üzletet, és működni fog. Nézzük a négyes dolgot, erről már beszélt a Szeád egy kicsit, hogy ez egy üzleti vállalkozás, tehát nagyon fontos, hogy erre úgy kell tekinteni, hogy ez egy vállalkozás, aminek az a célja, hogy profitot hozzál ki belőle, és hogyha nem úgy tekintesz rá, akkor semmi gond, ugyanúgy fogunk szeretni téged, eljöttél ezekre az előadásokra, itt vagy a szemináriumokon, nagyon jó veled találkozni, mert egy kiváló ember vagy, de hogyha pénzt is szeretnél vele az üzlettel keresni, akkor egy vállalkozásként tekints erre a dologra, és amikor ezben a vállalkozásban dolgozol, akkor az legyen a célod, hogy optimalizáld tulajdonképpen a tevékenységedet, tehát minél kevesebb energia befektetéssel, aminél nagyobb profitot érd el. És azt gondolom, hogy erre majd adok néhány gyakorlati tanácsot, hogy szerintem ezt hogy lehet megcsinálni. Viszont mint gyakorlati tanács, ez legyen ott a tudatodban, hogy amikor te csatlakoztál a DXM-hez, és úgy döntöttél, hogy üzletet akarsz építeni, akkor egy vállalkozást indítottál. Nem a szó jogi értelmében, hanem a minősége értelmében. Jó, tehát nézd meg az, hogy jelen pillanatban te a saját vállalkozásodban hogyan dolgozol. Mit teszel azért, hogy a saját vállalkozásod profitábilis legyen, neked profitot termeljen.
Mert én azt látom, hogy nagyon sokan nem úgy gondolkoznak, hogy nekik vállalkozásuk van. Ők benne vannak egy MLM üzletben, nagyon jó a termék, szeretik a terméket, szeretnének nyilvánvalóan pénzt is keresni, ezen erről nagyon sokat gondolkodnak, de hogyha viszont ők nyitnak egy kis vállalkozást, akkor mit csinálnak abba a vállalkozásba, tehát nem MLM vállalkozásról beszélnek, hogy rögtön elkezdenek benne dolgozni. Na most nagyon sokan elindítják ezt a MLM-es üzletüket, csak épp a dolgozás hiányzik belőle, ugye? Tehát benne vagyok az MLM-be, tök jó, nézem, itt vagyok a szemináriumokon, képzéseken, stb., csak épp a munka része hiányzik. Hogyha te elindítasz egy kis vállalkozást, legyen az bármilyen vállalkozás, amit rögtön beleteszel legjobban pénzen kívül, az maga a munka. Na most ahhoz, hogy ez profitábilis legyen, itt is bele kell tenni a munkát. Nem működik enélkül a dolog. Annak ellenére, hogy emelem. Tehát nem működik munkanélkül. Tehát tudom, hogy nagyon sokszor, nagyon sokan elmondták azt, hogy igen, az emelem működik anélkül, nem működik. Tehát ezt fogadjátok el nekem, hogy nem működik. Tehát gondolj egy pillanatra bele, hogy mit csinálnak, hogyha te nem vagy vállalkozó, mondjuk alkalmazott vagy valahol, de valószínűleg ugye azt is egy vállalkozó üzemelteti, hanem a közszférába dolgozol, hogy mit csinál a vállalkozó, nézd meg, és nézd meg egy pillanatra az, hogy te a saját üzletedben mit csinálsz. És azt gondolom, hogy általában a siker, aki ugye nem elég sikeres még ebben az üzletben, a saját céljához képest, akkor pontosan az a munka hiányzik belőle, ugye? Tehát itt nincsenek elvárások a DX-embe, ugye? Tehát hogyha most nem nyitott ki holnap a ganodermás üzleted, akkor nem nyitott ki, nem történt semmi, ugye? Vállalkozóként ezt nagyon nehezen, ezt nem tudod megtenni, ugye ketyeg a bérleti díj, stb. Tehát. Jó, tehát ez egy vállalkozás. Hogyha profitot szeretnél, akkor úgy kell gondolkodni. Jó, hogyha ez nehézséget jelent, semmi probléma, mondom, nézd meg egy-két vállalkozót, hogy mit csinál. Nekünk, mikor cégünk volt, én értem be elsőnek a céghez, és én is jöttem el utoljára. Ugye, föl sem merült bennem, hogy majd a alkalmazott nyitja ki az irodát. Ugye? De ugye, amikor belép valaki az MLM-be, akkor sokkal többet szeretne keresni, csak ezeket a dolgokat hajlamos elfelejteni. Mert ugye itt nem noszogat senki, tehát itt nem fog tőle számon kérni senki, hogy miért nem nyitottad ki a holnap ugye a ganodermás üzletedet. Jó? Tehát figyelj erre oda. A következő nagyon nagy tévhit szerintem az MLM-be, és én ezt fokozottan tapasztalom, mert nagyon sokan megkeresnek, hogy hú, hát Laci, te nagyon sikeres vagy, hát akkor én hozzád szeretnék csatlakozni, mert akkor én is sikeres leszek. Nem így van. Nem így van. A te sikered az rajtad múlik, nem a szponzorodon. Jó, ez, és nem a felső vonaladon. Nagyon jó, hogyha van egy kiváló felső vonalad, nagyon tud segíteni, de remélem ezzel nem építek le senkit. A te sikered a saját magadon múlik. Ez nagyon fontos, és ez, tehát ne a szponzorodtól várd a csodát, ugye? Nagyon sokan eljönnek hozzám, elmondtam, hogy adjak neki tanácsot. Nem tudok neki tanácsot adni, mindent elmondtam a képzéseken az elmúlt 5 évben, akkor tudok valakinek segíteni, hogyha elmondja, hogy mit csináltam múlt héten. És akkor általában itt ugye megakad a folyamat, mert nem sok minden történt a múlt héten. Jó, tehát szerintem ez egy nagyon nagy tévhit, hogy a sikered a szponzoron múlik az MLM-be. Sokat segíthet, hangsúlyozom, sokat segíthet. Nagyon jó modell, nagyon jó üzleti modell az MLM, mert a szponzorod nagyon érdekelt abban, hogy te sikeres legyél, de a te sikered az rajtad múlik, senki máson. Nem a körülményeiden, nem a környezeteden, a te csak saját magadon múlik, jó? Ezt érdemes esetleg fölírni, hogyha valaki vizuális típus, kiírni a szobádba, a dolgozó szobádba, vagy a füzetedbe, a naptáradba, és lehet esetleg ez a telefonodnak a kezdőképernyője, hogy mikor bekapcsolod, lássad ezt a dolgot, mert ez fontos tudatosítani. Senki máson nem múlik a sikered, csak saját magadon. Főleg egy ilyen vállalkozásban, mint a DX-en, ahol minden adott. Most már itt Európában minden adott, nem hivatkozhatunk semmire. Oké? Okay? Nagyon gyorsan haladok, úgyhogy menjünk. Aztán a következő dolog, hogy a bónusz az a forgalomból jön. Tehát nem máshonnan, tehát nem a kitűző generálja a forgalmat, és a bónusz sem. Tehát a bónusz az a forgalomból jön. Ugye lehet hallani ugye olyan véleményeket, hogy hát nem keresek eleget ebben az üzletben, pedig már ilyen szinten vagyok, már ennyi ideje itt vagyok, tiszta matematika a dolog, nincs elég forgalom mögötted. Tehát, hogyha ne a DX-embe keresd a hibát, ne a körülményeidbe keresd a hibát, hanem nézd meg a számaidat. Nézd meg, hogy mekkora a forgalmad.
Ha bárki azt mondja, hogy másik MLM üzletben nagyobb pénz van, és ő többet keresett, akkor nézd meg az ő forgalmát. És biztos vagyok benne, hogy nagyobb lesz az ő forgalma. Ha megnézed, én a DXN-nek a visszaosztását, tehát az, hogy SV alapon, tehát az SV értéke mekkora a nettó törzsvásárlói árhoz képest, és ez másik MLM cégek ki tudják fejezni, akkor nagyon ott van a DXN a toppon. Nagyon jó a visszaosztási arány. Most itt nem a pilótajátékokról beszélek, hanem a valós termékforgalmazó cégektől. Tehát nagyon fontos, a bónusz a forgalomból jön. Tehát, hogyha arra panaszkodsz magadba, hogy figyelj, nem elég a bónuszom, itt vagyok már egy ideje, dolgozok, mint a güző, és hát nem elég a bónuszom, akkor valamit rosszul csinálsz, és hát nézd meg, nincs mögötted forgalom. Sajnos erről van szó. Oké, tehát forgalmat kell növelni. Forgalmat kell növelni ahhoz, hogyha magasabb bónusz szeretnél. Jó, tehát ez fontos, ez egy ilyen nagyon lényeges gyakorlati tanács, mert hajlamosak elfejteni, hogy azt még humán ilyen kitűzőn van. Ugye ez egy kicsit nem annyira reális a DXN. Nagyon jó dolog az, hogy el lehet érni kitűzőket, de ugye, hogyha valaki itt van ebbe az üzletbe, és talál néhány vásárlót, akkor előbb-utóbb gyémánt lesz. Ami nagyon, nagyon szép dolog, mert talált néhány vásárlót. De ez még nem azt jelenti, hogy ő neki gyémánt szintű bónusza van. Forgalom kell hozzá. Jó? Tehát ez fontos, fontos tisztázni az alsó vonalat, hogy nem a marketing terve van probléma, nem a terméke van probléma, hanem nincs mögötte forgalom. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ő ennyit keresett egy másik cégbe, akkor ott csinált egy forgalmat. Lehet, hogy nagy csomagok gyors értékesítésre csinálta, de csinált egy forgalmat. Egyik MLM cím sem karitatív szervezet ezen a területen. Mindenki a forgalom után fizet. Nézzük a hetedik dolgot. Kicsit visszautalnák a vállalkozáshoz, hogy ez egy vállalkozás. Én azt gondolom, hogy három nagyon egyszerű lépés van ahhoz, hogy te nagyon profin tudjál itt dolgozni. Az első, hogy meg kell tervezni. Feltennék egy kérdést, nem szoktam, de most megpróbálom, hogy kinek van a jövő hétre már 10 időpontja leegyeztetve, 10 tárgyalása, hogy föltenni a kezét. Van ilyen a teremben? Igen, az is oké, tehát akkor az is él. Jó, oké, így van, oké. Jó, kinek van olyan, akinek 5? Oké, a kevesebbet nem akarok kérdezni, tehát erről beszélek. Jó, tehát hogyha szeretnél valamit elérni, akkor tervezd meg. Most vasárnap van, hogyha neked egy vállalkozásod van, akkor tudnod kellene az, hogy mit csinálsz a jövő héten. Ugye, és nyilvánvalóan, mivel még nem többszörös gyémántokkal beszélgetők most itt elsősorban, akkor még ugye az új emberekre fókuszálok. Tehát elsősorban ugye új embereknek a megszólítására. Tehát ugyanúgy, mint a hagyományos vállalkozás, meg kéne tervezni. Tehát most itt lenni kéne a saját elvárásaidnak megfelelően egy jövő heti tervednek. Sem baj, ha nincs, azért beszélek most erről, mint gyakorlati tanács, hogy jövő hét vasárnap legyen. Ugye említettem már azt többször, hogy saját magadnak határozod meg az elvárásokat. Nem a szponzorod, de én fogom elmondani, hogy mi az elvárás ebben az üzletben. Ugye a marketingterben nincs elvárás. Te mondod meg azt, hogy oké, én napi egy órát akarok ezzel foglalkozni, vagy heti 3 órát, stb. De hogyha megvan az az óraszám, amit te rászánsz erre az üzletre, akkor most vasárnap este tudjad azt, hogy jövő héten mikor vannak ezek az órák, és vasárnap este már legyen betöltve ez az óraszám. Akkor lehet, tehát hogyha te üzleti jövedelmet szeretnél, üzletiesen kell gondolkozni. Professzionális jövedelem profi munkából jön. Oké, a saját szinteden kell lenni profinak, de tervezés nélkül nem működik. Tehát nem lehet arra operálni most, hogy hát sűrű járok a piacra, majd biztos találkozok valaki ismerőssel, ugye? Tehát ez nem működik. Lehet, hogy szerencséd lesz, ugye a termék működik, a termék jó, de nem árt, hogyha megtervezed. Tehát az első lépés, hogy megtervezem, mit fog csinálni. Meghatározod a saját elvárásaidat, és megcsinálod. Ilyen egyszerű. Semmi több. Oké? 8. Megcsinálom. Ugye? Nagyon egyszerű. Tehát amit megterveztem, azt megcsinálom. Ugye? Nem, semmilyen kényszerítő eszköz nem volt nálad arra vonatkozólag, hogy mit kell csinálnod. Ugye? Úgy csinálod, hogy akarod. De amit
megterveztél, az saját magad miatt érdemes megcsinálni. Oké? Hogyha így most visszapörgetnék, ugye egy 10 pont van, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 pontnál szerepel az a szó, hogy csinálom. Nem véletlenül. Tehát ez kell ahhoz, hogy működjön az üzletet, csinálni kell. És hogyha úgy csinálod, hogy szeretnéd, akkor jó érzéssel tudod csinálni. Én azt gondolom, hogy nincsenek óriási titkok, ilyen egyszer a dolog. És akkor már mindjárt itt vagyunk a 9-es pontnál, és kontrollálom. Azt gondolom, hogy ez az, ami a legjobban hiányzik. Ugye, hogy nem kontrolláljuk. És itt jöhet szóba egy nagyon aktív felső vonal. Keresd meg ugye az aktív felső vonaladat, és a konzultáció, én úgy érzem, hogy ezen a területen hatékony, főleg, hogyha valaki elindul. Figyelj, múlt héten volt 4 megbeszélésem, ez történt. És akkor az aktív felső vonalad, az tud neked segíteni abba, hogy ő esetleg mit csinált volna másképp, vagy milyen új ötletei vannak. Oké, tehát ez a kontroll, ez kimarad. Ugye? A vállalkozások esetében, ugye egy hagyományos vállalkozásnál, ugye a leggyakoribb kontroll az a könyvelés, ugye? Tehát, hogy oké, volt ennyi bevétel, ennyi kiadás, akkor most hát mit kellene csinálni? De ugye egy MLM üzletben ilyen nincs ebben a formában, és akkor ez a kontroll ugye elmarad. Tehát, sőt, ugye nagyon sokszor a tervezés is elmarad, és akkor úgy csinálgatunk valamit, és akkor nem értjük, hogy miért nem működik a dolog. Holott mindent tudunk az üzletről, mert az összes szemináriumon itt voltunk, megnéztük az összes hanganyagot, képzést, minden a birtokunkban van, saját terméktapasztalataink vannak, csak épp ez a 3 dolog így valahogy összemosódik, ugye? Megtervezem, mert most éppen meglátok valakivel, hogy akkor őt megszólítom, de utána már az, hogy mit csináltam, annak a kontrollja úgy elmarad. Jó? Tehát próbálj csak ki 1-2 hetet ebben a vonatkozásban, hogy megtervezed, hogy mit fogsz csinálni, meg is csinálod, a lehető legjobb tudásod szerint, és utána időt töltesz azzal, hogy kontrollálsz. Hogy megnézed, hogy azt, amit csináltad, azt hogyan csináltad. A saját elvárásaidnak mennyire tudtál megfelelni. Mi a mai napig nagyon sok időt töltünk ezzel. A tervezéssel, a hosszú távú tervezéssel, a monitorozással, a hálózatnak, hogy alakulnak a dolgok. Nyilván van nagyon sokatokkal, és itt most itt a közvetlen munkatársainkról beszélek, ugye már 5 éve együtt dolgozunk a legtöbben. Nem igazából tudok újat mondani, vagy tudunk újat mondani. Az már régen rossz, hogyha nem tudsz mindent. 3-4-5 év után a dologról. Ugye? Nyilvánvalóan lehetnek kérdések, hogy szállítunk-e most éppen elefántcsontpartra. Utána tudok nézni ennek a dolognak. Te is utána tudsz nézni, hogyha akarsz, de igazából nem nagyon lehet már mit mondani. Viszont nagyon lényeges az, hogy ezt a 3 lépést, ami banálisnak tűnik, tehát most ezt belátjátok mindannyian, hogy teljesen egyszerű ez a dolog, de hogyha önmagatokban néztek, akkor valószínűleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem biztos, hogy mindannyiótoknál ez így működik. Yeah. Pedig, hogyha ilyen egyszerű dolgokat betartunk, akkor tudunk belőle tanulni. Tehát a kontroll szerintem legalább olyan lényeges, mint ugye a tervezés és a csinálás, mert nem az a baj, hogyha hibázol, hanem az a luxus, hogyha ugyanazokat a hibákat újra elköveted, ugye? Mész, mint a gép, ugye csinálsz valamit, és nincs eredménye. És nem tudod, hogy miért nincs eredménye. Rossz a termék, drága a kávé, nem jó a piaci környezet, stb. Ugye ilyen dolgok jönnek. Holott szó sincs erről, a sikeres ember is ugyanezek között, a körülmények között dolgozik, ugye? Valamit rosszul csinálsz. Ha nem tudod, hogy mit csinálsz rosszul, keresd meg az aktív felső vonaladat. Nagyon szeretném, hogyha nem tudnám elérni a jövő héten a Szabolcsot, a Józsit, a Sanyit, a többieket, mert őket hívogatjátok állandóan, és mondjátok a tapasztalataitokat, hogy figyelj, ezt csináltam, és akkor ő tud segíteni abból, hogy figyelj, akkor amikor én ilyennel találkoztam, akkor ez volt. Jó? És nyilvánvalóan nagyon sokszor föl se kell őt hívni. Ugye, mert már mikor elkezdesz azon gondolkodni, hogy hát hogy történt ez a tárgyalás, már akkor látni fogod, hogy hoppá, itt rontottam el.
Már megint lyukat beszéltem az illető hasába, már megint nem olyan dolgokról beszéltem, mert nem vagyok kompetens, és stb. Stb. És te magad látni fogod ezeket a dolgot. És ugye látni fogod ezeket a hibákat, akkor nyilvánvalóan a következő megbeszélésen sokkal jobban tudsz erre figyelni. Oké? Tehát mi ugye az intranetben támogatunk, különböző eszközökkel van benne, egy napi jelentés, ott van a kapcsolati lapok, lehet ezeket használni. Lehet nyitni egy füzetet, lehet jegyzetelni a számítógépbe, a telefonba. De nagyon lényeges ez a három pont. És aztán van az utolsó, mert csodák nincsenek. Én azt gondolom, hogy ezen a területen van a legnagyobb fejlődési lehetőség, az én tapasztalataim szerint mindenkinél, és ez az utánkövetés. Tehát hihetetlen mennyiségű pénzt kidobunk még az ablakon, közösen mindannyian, hogy elhintjük az igét, megmutatjuk a terméket, a kávét, beszélünk valamit az üzletről, adunk egy névjegykártyát, és nincs utókövetés. Nincs utókövetés a munkatársak esetében. Nagyon sokan bele tudnak esni az MLM-be abba a hibába, hogy tudnak valamit. Tudnak valamit, amiben hisznek, és ez így van jó. És ezt nyomják, és egy szajkozzák. Holott nagyon sokszor csak arra volna szükség, hogy egy picit csöndbe maradjunk, és mondjuk meghallgassuk, hogy valóban mondjuk annak az új belépőnknek mi a problémája. És hogyha meghallgattuk őt, avval ő egyrészt jobban fogja magát érezni, másrészt pedig tudod azt, hogy ő hogyan gondolkozik, és lehet, hogy nem ugyanazt a megszokott dolgot kell neki elmondani, hogy figyelj, akkor többet kéne telefonálnod, több időpontot kellene egyeztetned, többet kéne tárgyalnod, hanem van valami, ami őt gátolja tulajdonképpen az üzletben, egy rossz beidegződés, egy félelem, de hogyha nem hallgatod meg, akkor nem tudod ezt kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy szponzorként meg kell tanulni hallgatni. Meg kell tanulni hallgatni, hogy megismerd a munkatársaidat. És ugyanúgy, amikor új belépővel is, új érdeklődővel tárgyalsz, egy új ügyféllel tárgyalsz, nevezzük bárhogy, akkor is meg kell tanulni hallgatni. Én azt gondolom, hogy az üzletépítésben az egyik legnagyobb beszélyforrás, hogy nem tudunk hallgatni. És ez nagyon lényeges. Jó, tehát utókövetés. Ha már egyszer volt egy kiáramlás, akkor ne engedjem magamnak meg azt a luxust, hogy ha már egyszer csináltam valamit, akkor ezt nem követem utol. Egyre gyakrabban találkozunk olyan emberekkel, akik az elmúlt néhány évben hallottak már a Ganoderma-s kávéról. És nem történt semmi. Azt se tudják már, hogy kitől hallottak, csak emlékeznek arra, hogy igen, ők már hallottak erről a termékről. Ugye? Tehát az ember valaki kifejtett egyszer egy aktivitást, és elfelejtette. Tehát tudom, hogy nagyon sokszor beszéltem erről az utókövetésről, de azt tapasztalom, hogy nem elégszer. Embereknek a körülményei megváltoznak, lehet, hogy nem most akar belépni, hanem majd később, de neked figyelned kell. Erre tökéletes eszköz a kapcsolati lapok. Ugye a kapcsolati lapokat csak te látod, de érdemes megnézni, hogy hány kapcsolati lapod van, és ne is azt nézd meg, hogy hány kapcsolati lapod van, hanem jelen pillanatban neked hány automata emlékeztető van beállítva a kapcsolati lapoknál. Ez a mérce. Mert hogyha nincs ilyen, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nálad ez a 10-es pont hiányzik. És egy csomó esetben fölöslegesen dolgozol. És ugyanígy bátran kérdezd meg a munkatársaitól, mikor legközelebb konzultálsz tőle ezt a nagyon egyszerű dolgot, hogy hány automata emlékeztető van most jelen pillanatban beállítva aktívan. Ugye, munkatársai többsége kerekletágult szemekkel fog nézni, hogy mi az az automata emlékeztető. Azt gondolom, hogy ez így van. A másik része, aki pedig bologat, azoknál ez a szám alacsony lesz. Akkor ugye, hogyha ő aktivitást fejtett ki az elmúlt időszakban, akkor valószínűleg ennek nem így kell lenni. Vagy a másik változat, hogy nem fejtett ki semmilyen aktivitást. Jó, tehát nagyon röviden össze tudtam foglalni ezt a 10 pontot. Nagyon sok mindent tudnék még belemagyarázni ebbe a 10 pontba, de azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen egyszerű. Többször elmondtam már, hogy az én tapasztalatom az MLM üzletben, hogy minél régebb óta vagyok benne,
annál kevesebbet beszélek dolgokról. Mert rájöttem arra, hogy hát nagyon egyszerűek. Nagyon egyszerűek a dolgok. Ha termék működik, ha ezt megosztod mással, és nála is működni fog, akkor nyitottabb lesz az üzlet felé is, ha neki jelen pillanatban valami nyomja azt a bizonyos részét. Ha nem, akkor nyilvánvalóan lesz belőle egy kiváló termékfogyasztó. Ilyen egyszerű. Nem több. De ha nem teszem meg ezeket a dolgokat, nem gondolkozok vállalkozóként a saját üzletembe, akkor nem fog történni semmi. Jól fogom magamat érezni, mert itt jó a csapat. Egy nagy család vannak, nincsen mellébeszélés, és minden szép, és minden jó. Jó a zene, stb. Tehát működik mindenkinek. De hogy pénzt keresél, vállalkozóként kell dolgozni. Nagyon sokan, én azt gondolom, hogy vállalkoztatok már, vagy jelen pillanatban is vállalkozók vagytok, hasonlítsátok össze azt, hogy abban a vállalkozásban mennyi energiát tettetek bele. És nézzétek meg, hogy a DXM mennyit tettetek bele. Feltételezem, hogy azért áldoztátok be ezt a vasárnapotokat, vagy ugye nagyon sokan a szombat vasárnapotokat, mert szeretnétek pénzt keresni ezzel, esetleg többet, mint a jelenlegi vállalkozásban. Nem működik, hogy tehát munkanélkül nem működik. Tényleg ilyen egyszerű ez a dolog. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani, amikor fölkészültem erre az előadásra, de aztán tegnap este minden megváltozott, és szeretnék mondani egy másik gondolatot is megosztani. Nagyon jó dolog nyilvánvalóan a DXM-ben a siker, de ez a siker, ez nagyon gyakran párosul ilyen, hogy is mondjam, hogy ne értsétek félre, ilyen fantasztikus dolgokról, amit úgy gondol, hogy az ember igazából nem is érdemli meg. Tehát annyi szeretetet kapunk tőletek, és annyi elismerést, hogy nem biztos, hogy ez arányos tulajdonképpen, és gyakran érnek olyan dolgok, amiket nyilvánvalóan az ember abszolút mértékben elérzékenyül, és ezt nyilvánvalóan azt gondolom, hogy néha meg kell osztania az embernek, ugye Vali többször itt beszélt az előadásában, és nyilvánvalóan az ő története bennünket különösen megérintett, de néhány héttel ezelőtt volt egy olyan szituáció tulajdonképpen, ami szintén úgy egy kicsit nem tudom, hogy érdemesek vagyunk erre, amikor ugye egy balatoni estén a Mara elővette egy tortát, és ezen a tortán a Szabolcs és az én fényképen volt, és hogy ezt nekünk készítette, és ez valami nagyon különleges érzéssel töltött el, és amiért szerettem volna erről most beszélni, az, hogy tegnap este megint történt egy olyan dolog, amiről nagyon nehéz, úgymond elcsukló hang nélkül beszélni, hogy a Kati gondoltánk, a Kajári Kati gondolt ránk, és készített egy festményt rólunk, amit szeretnék megmutatni nektek, és az lehet, hogy nem tudom, hogy egyrészt érdemesek vagyunk erre, ennek a képnek az a különlegessége, hogy ő ezt black kávéval készítette, tehát nem festékkel, és szeretném, hogyha fölállna a Kati, és remélem, hogy itt van a teremben. Igen, és nagyon köszönjük neked ezt. Tehát ezt így... Itt majd ide fogom tenni, jó, és majd meg lehet majd nézni. Jó, ide teszem az asztalra, tehát az előadás után meg lehet nézni. Tehát nem lehet erre azt mondani, hogy köszönöm. Tehát fantasztikus érzés tényleg, hogy ilyen szeretettel vagytok irántunk, és szerettem volna ezt most itt megköszönni az Anikó nevébe is. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmeteket.